alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a Vörös Marti Színház, kiállítással és pódiumbeszélgetéssel ünnepelték meg a fél évszázados jubileumot. Székesfehérváron 1872. augusztus 8-án rakták le az önálló külszínház alapkövét, a város színészetének 100. évfordulóját ünnepelve kapta meg 1913-ban a Teátrum a Vörös Marti Színház nevet. A patinás színház épület 1944 karácsonyán leégett, romjai másfél évtizedig háborús mementóként meredeztek a belváros szívében. A mai nap tulajdonképpen három dolognak ünnepeljük az 50. évfordulóját. Egyrészt az, hogy felépült romjaiból a színház, másrészt az, hogy pont 50 évvel ezelőtt volt egy olyan díszelőadás, ahol Vörös Marti Csongor és Tündéjét adták elő. Erre is fogunk ma emlékezni, és a harmadik, amire a mai nap emlékeztet bennünket, hogy ezt az egész újjáépítést egy elég nagy lakossági összefogás kísérte. A Kultúra Fellegvárában vagyunk, a színházban, és az, hogy milyen nagy a vendégek száma, hogy milyen hatalmas nagy az érdeklődés, az is mutatja azt és igazolja, hogy 1962-ben is milyen nagyon-nagyon sok székesfehérvárinak volt fontos, hogy ez a színház újra felépüljön közadakozásból, tehát az előző szempont mellett van egy másik szempont, az összefogás ereje, és hát mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ez a nagy érdeklődés. Nagyon komoly a személyes kötődése, mert édesapám Klemenc Antal tervezte a színházat 50 évvel ezelőtt tulajdonképpen, és ki sem merem mondani ezt a szót, mert én akkor olyan 10 pár éves lehettem, és, de nagyon-nagyon emlékszem, mert emlékszem arra, hogy mennyi gond volt vele. Egyáltalán amíg az ötlet kipattant, hogy új színház kell Fehérvárnak, az utánajárás, hogy minden fórumon elfogadják. A téglajegyek, amit édesapám beindított azért, hogy pénzt szerezzen, mert nagyon kevés volt a pénz, nem új keletű a dolog. És aztán emlékszem akkor, amikor ugye már megfelépítették, és az ünnepélyes megnyitóra édesanyámmal jöttek, hát ez egy nagyon nagy izgalom volt. 1962. november 7-én a Csongor és Tünde bemutatójával nyílt meg a felújított színház. A jubileumra az egykori főszereplők Törőcsik Mari és Bicskei Tibor is ellátogattak. Nagyon ünnepeltek bennünket, mert bennünk általunk ünnepelték a színházat. És arra emlékszem még, hogy nem volt még hátul a színpadnak, szóval még jött be a hideg, pokrócok voltak föltéve, erre emlékszem. Szóval minden megnyitó, minden fölépült kulturális dolognak örülni kell, de én különösen, ha egy új színházat avatnak, és annak bármilyen részese lehetek, az nekem öröm. Az ünnepi év programjai ezzel még nem fejeződtek be, hiszen a teátrum újjáépítéséről szóló kiállítás minden nap megtekinthető a Vörös Marti Színházban, emellett pedig folytatódik a történetek gyűjtése is, 2013. február végéig várják mindazok jelentkezését, akiknek anekdotájuk van a színház akkori újjáépítésével kapcsolatosan.